Elsőnek megadom a szót, ismételt felszólalásra Apáti István képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársam! Egy nagyon fontos aspektus szeretnék bemutatni, amely eddig kimaradt itt az inflációs hatások tárgyalása kapcsán, és a jelenlévő államtitkár úr és valamennyi kormánypárti képviselő figyelmébe ajánlanám, hogy a legsúlyosabb infláció az élelmiszerek területén megy végbe. Itt gyakorlatilag nem is százalékban, vagy százalékokban, hanem szinte már szorzó számokban lehet mérni az infláció mértékét. Igyék ebből semmilyen túlzás nincs, és az alapvető élelmiszerek köréről beszélek, nem az élelmiszer luxuscikkek tárgykörét hozom ide. És ennek van egy nagyon fontos kiváltó oka, amelyre akár az árstop vagy ársapka alkalmazásával, ha akarnák, és mondjuk például Csányi Sándorral szembe mernének szállni, legalább egy rövid időre, önök tudnának tenni. A magyar gazdák termelési költségei drasztikus módon megemelkedtek, nem csak azért, mert másfél-két euróba kerül egy liter üzemanyag, hanem azért is, mert például a különböző vetőmagok, növényvédőszerek, vegyszerek árai a csillagos egekbe emelkedtek, és például Csányi Sándor érdekeltsége is horrorisztikus hasztot tesznek zsebre. Én úgy gondolom, hogy Csányi úr megelégedhet azzal a vagyonnal, ami eddig összejöttnek, amit eddig összegerebézett. Nem hiszem, hogy Csányi úrnak megélhetési gondjai vannak, és aggódnunk kellene érte, de azért neki is az önkorlátozás és az önmérséklet útjára kellene lépni. Bár értem, hogy lehet abban hosszú, vagy akár már rövid távú számítás is, hogy minél több gazda megy tönkre, annál több gyümölcsös és szántóművelési ágú rendkívül értékes magyar termőföldet tud például ő meg a haverjai felvásárolni, és akkor gyakorlatilag a családi gazdaságoknak befellegzett már rövid időn belül, ugyanis azokat a termelési költségeket, amelyek például a termeléshez szükséges eszközök, alapanyagok, főleg a vegyszerek, növényvédőszerek kapcsán előálltak, azok kigazdálkodhatatlanok, tisztelt képviselőtársaim. Úgyhogy akár a Magyar Nemzeti Bank illetékeseinek, akár a pénzügyi szektor egyéb döntéshozóinak, ha akarják, akkor van eszköz a kezükben, megint mondom, akár árstoppok vagy ársapkák alkalmazásával ezt megakadályozni, vagy ennek komoly gátat szabni, ugyanis semmi nem indokolja sokszor ezeket az árakat, csak és kizárólag a hiénák és a dökkesejük profit éjsége. Semmi más indoka nincsen ennek, amely önmagában egy öngerjesztő folyamatot gyorsít, és egy újabb fűtőhatást jelent az inflációnak, hiszen akkor, ugye ez megjelenik az élelmiszerek árában is, hozzáteszem, sokszor nem azon gazdák zsebében, akik az alapanyagot, a nyersanyagot megtermelik a zöldség, gyümölcs ágazatban, vagy a szántóföldek megművelésével, hiszen a felvásárlás árak sokszor gyalázatosak, és az alapműködés ellátásához is egyre kevésbé elegendőek. De hogyha ezek ellen önök nem tesznek, akkor egyrészt az infláció tovább fog emelkedni, az élelmiszerek árai tovább fognak emelkedni, az önök megítélésének, az önök népszerűségének sem fog ezt használni. Tehát önöknek is politikai érdeke ezt megfékezni. Egy szűk kör meggazdagodása, vagy további extra gazdagodása helyett sokkal fontosabb az, hogy meg tudjuk állítani az inflációt, meg tudjuk állítani az élelmiszerek árának robbanásszerű emelkedését, és meg tudjuk menteni azokat a kis és közepes magyar családi gazdaságokat, vagy mezőgazdasági őstermelőket, akik bele fognak fulladni ilyen felvásárlási, főleg gyümölcs felvásárlási árak mellett abba, hogy megvásárolják a következő elindításához szükséges nyersanyagokat, növényvédőszereket, vegyszereket, üzemanyagot és ehhez hasonló nélkülözhetetlen cikkeket, úgyhogy ha már az infláció elleni harcban jelen pillanatban vesztésre állnak, akkor néhány területen próbáljanak meg mindannyiunk érdekében átütő sikert és eredményt elérni. Köszönöm szépen!